Steiner Józsefné, dombóvári születésű, jelenleg Nagyotádron élő 83 esztendős hölgy gyűjteményében Kölcsei Ferenc, Erkel Ferenc, Vörös Marti Mihály, Ady Endre, Kányádi Sándor, Kazinci Ferenc, Sida Jenő és Kallur Zoltán portréi és életrajzi elemei jelennek meg képeslapokon és grafikák formájában. A költő óriásokat, zeneszerzőket, nyelvújítót és néprajztudóst felsorakoztató kiállítást a szervezők Varga Gábor keramikus művész grafikáival színesítették. A magyar nép életét, gondolatvilágát, hovatartozását, helyét a világban kultúránk ismerete adja. Kultúránk mutatja, bizonyítja eredetünket, létünket. A kulturális hagyomány és érték ad igazolást fennmaradásunkhoz. Kultúránk őrizte meg a falvak hagyományát, a népajkán születő dalokat, keze által formált eszközöket, a műveltséget. És mindenek előtt talán a legfontosabbat, az anyanyelvet. A kiállítás megnyitó nyári éva tanítványai két korosztályban mutatták meg tehetségüket és a népzene, valamint a néptánc iránti elkötelezettségüket. A fiatalabbak Tüzet viszek című tánca után a nagyobbak két műsorszámban kalotaszegi és szatmári táncokat mutattak be. A Kapos Tánc Együttes fiataljainak bemutatójához Ős Csaba és zenekara szolgáltatta a talpalávalót. Én azt gondolom, hogy a vers szeretete, az irodalom szeretete, a zene szeretete, mindegy az milyen zene, jó legyen, élvezze, találja meg benne azt a titkot, azt a csodát, ami benne van, és hogyha ez megvan, akkor az már egy fertőzött helyzet, olyan fertőzött, ami életünk végéig tart. Szabóné Rambala Gabriella, a Tinódi ház vezetője nyitotta meg a rendezvényt és a kiállítást, majd megzenésített verseket hallhatott a közönség Fóris Dórától és Komjáti Attilától. Hát a zene az nekem a családomból jön eredendően. Édesanyám zenetanár volt és fuvolát tanított, úgyhogy már az anyatejjel szívtam magamba a zenét, és hát én népzenével ismerkedtem gyerekkoromban, majd a kórus énekléssel, és akkor ez így a felnőtt korra egy kicsit lecsendesült, és jobban a megzenésített versek világára kezdtem fókuszálni, de ugyanúgy szoktam énekelni népdalokat is. Szintén a család nálam a meghatározó, ugyanúgy három bátyám van, és ebből kettő gitározott énekel gyerekkorom óta, nagy a család, szűk családi kör az olyan 20-25-30 fő, és előkerült a gitár gyerekkorom óta tényleg, úgyhogy én is így igazából azóta kötődöm a zenéhez. A próza is szerepet kapott a Kultúra napján Weber József magyar nyelv és irodalom szakos tanár, valamint Bíró Dávid a helyi gimnázium tanulójának tolmácsolásában. A kultúra átadásnak az egyetlen lehetséges módja, hogyha párbeszédet folytatunk, hogyha együtt haladunk, nem kijelölöm az utat és menjen, hanem együtt és a saját feje után. És úgy érzem, hogy ilyen szempontból sikeres, most a nézőtér tele volt fiatallal. A gyerekek nem igaz, hogy nem szeretik a verset, nem azokat a verseket szeretik, amiket mi szeretnénk, hogy szeressenek. És úgy érzem, hogy a kultúra él, kell érte dolgozni, néha meg kell érte izzadni, néha talán megalázónak is érezzük ezt a szolgamunkát, de hogy értelme és eredménye van, azt itt most láttuk. A kiállítás megtekintése és a kötetlen beszélgetés alatt a fűszeres trió örömzenéjével szórakoztatta a közönséget. A tárlat megtekinthető Dombóváron a Tinódi Ház Majoros galériájában február 27-ig, illetve az előtérben február 11-ig.